Én akkor érezném azt, hogy Magyarországon tudok élni, hogyha itt nem az lenne a hírekben folyamatosan, hogy már megint mi történt itt, és hogyan lettek semmibe véve a jogállamiság, az emberi jogok és különböző dolgok. Zsófi, egy ajándékkal készültem. És ez az ajándék nem más, két marék föld. Nagyon fontos ajándék tud lenni azokban a pillanatokban, amikor az ember nem tudja, hogy mit ajándékozzon. Egyszer én is így jártam, az egyik barátom katonának beállt, besorozták, és amikor utazott el a vonattal, akkor két marék földet adtam neki, egy hasonló zacskóban, mint ez ajándékba. És amikor megkérdezte, hogy miért, mondtam neki, hogy sose felejts el, hogy honnan származik. Nagyon szép ajándék. Nagyon érdekes, mert nekem, amikor elköltöztem itthonról gimnázium után, akkor a barátaim egy társas játékot adtak ajándékba, hogy azt majd tudom játszani az új barátaimmal külföldön. Számomra rendkívül fontos az, hogy a családban a szeretet és a kapcsolódás, az, az összetartozás, ez mindig tetten érhető, és mindig el lehessen kapni. Ezért én el sem tudnám azt képzelni, hogy ne a családommal éljek akár csak egy hétig, vagy két hétig, talán még két hétig lehet, hogy menne, de oly nagy űrt éreznék minden egyes percben onnantól kezdve, amit nem lehet pótolni. Igen, de például nekem a családommal való kapcsolatom, a szüleimmel való viszonyom jobb is lett, amikor minél távolabb költöztem tőlük. Egyébként az nálam sokat segített a szüleimmel való kapcsolatomon. Tulajdonképpen szerintem azok a barátok, akikkel felnőtt az ember, azok később is megmaradnak. Aki túl korán megy külföldre, az nagyon sokszor kihagyja azt a lépést, amit az itthoni magyarországi társadalmi kapcsolatok, a baráti szálak jelentenek, és ezek a gyerekkori élmények átalakulnak egy ilyen multikultivá, hogyha nem itthon éli meg, és talán a nemzeti érzelem, a magyar hagyományok tudnak egy kicsit háttérbe kerülni. Egyrészt persze ápolni kell a kapcsolatokat akkor is, hogyha külföldön él az ember, de erre van lehetőség az internet segítségével. Nem ismerjük igazán a hazánkat, és szerintem az a legfontosabb először, hogy a saját gyökereinket tegyük rendbe, és nem azért, mert hogy röghöz kötöttek legyünk, hanem azért, hogy a gyökereinkkel tudjuk magunkba szívni a legfontosabbat, és pedig ez a hazánk iránti, családunk iránti érzett elköteleződés. Az vitathatatlan, hogy külföldön sokkal könnyebben lehet egy egzisztenciát, egy financiális biztonságot biztosítani és kialakítani, mint Magyarországon. Hogy az, hogy valaki hogyan tud boldogulni, és hol szeretne boldogulni, talán ez a legfontosabb. És az, hogyha, amit említettem, hogyha a gyökér ki tud alakulni az emberben, akkor bizony itthon akarja kamatoztatni azt a tudást, amit ő magára szed, mint egyfajta vértet, és azután hazajön, és itt a nemzet javára fordítani. Nem is ezzel a gondolattal, hogy ő a nemzeten akar változtatni, hanem azon, hogy a hazáján, hiszen egyfajta honvágy mindenkiben van. Én akkor érezném azt, hogy Magyarországon tudok élni, hogyha itt nem az lenne a hírekben folyamatosan, hogy már megint mi történt itt, és hogyan lettek semmibe véve a jogállamiság, az emberi jogok és különböző dolgok. Szóval például, hogyha egy olyan társadalomban élnénk, ahol a tanárok meg vannak fizetve, ahol számít és fontos a művészet és annak minden formája. Magyarországon rengeteget lehetne lépni az emberi egyenjogúság irányába, de ez elég nyitottabbá válni a médiával szemben, hiszen hogyha valaki egy kicsit objektívebb képet akar látni, akkor nem is feltétlenül magyar sajtótermékeket olvas. Ha pedig te arra vágysz, hogy lássál olyat, hogy Magyarországon minden rendben van, akkor nézd a M4-et, meg az M1-et, meg az M2-t, mert gyakorlatilag Magyarország egy rózsaföld, ahol minden rendben van és nincsenek problémák. Az, hogy mit tudunk érte tenni, ahhoz itthon kell nyitottnak lennünk arra,
hogy az újat be tudjuk fogadni, és itthon kell tudnunk változtatni azokon, amivel teljesen egyetértek, amiket mondtál, de ahhoz nekünk itt kell lenni, és itt kell azt látni, és megfelelő emberekkel, széleskörű baráti társasággal, baráti körrel, ismerettséggel rendelkezni, hogy legyen benne pedagógus, orvos, egészségügyi dolgozó, rendőr, határőr, legyen egy tűzoltó, aki el tudja mondani, hogy neki mi a problémája, és utána együtt közösen tudjunk tenni azok ellen, és valóban Magyarországot egy sokkal jobb helyé kell változtatnunk.